Minden műsor elején van egy rész, amikor bemutatják, hogy a műsorvezető milyen elfoglalt, tehetséges, fontos és édes ember. Hát itt nem lesz. Persze én is elfoglalt, tehetséges és édes fontos ember vagyok, és akkor mi van? A könyökömön jövök ki. Csinálok egy csomó mindent, szeretem is persze, de azért ez is egy verkli. Ne értsenek félre, így akartam élni. Na de minden nap? Tudom, aki izének megy, az ne izéljen, mint a fürdős izé. Nem is az, mert rengeteg szép van a napjaimban, sok örömmunka jut a muszáj munkákra, és végül is szabad vagyok. Talán ez a legnehezebb, hogy én döntök a sorsomról, és érzem, hogy most megint döntenem kell. Valami nem stimmel. Dobozban élek. Lehet, hogy kívülről úgy látszik párnázott csillogó aranyszelencében, de az is egy doboz. Munka, család, család, munka, család, haverok, fejfájás. Valami kéne, valami más. Nem egy délutára kéne kimozdulni, hanem komolyabban. Agyilag kéne változtatni. Vagy legalább megnézni, hogy mások hogyan élnek a saját kis dobozaikban. Néha azt érzem, hogy valaki rakjon bele egy dobozba és küldjön el valahova, ahova eszembe se jutna magamtól elmenni. De hát ilyen úgy sincs. Valamilyen nem vagyok, akkor az a katona srác. Erő, fegyelem. Igazából először olyan ebben a dobozos utazásban olyan rossz kedvem lett, hogy ezt miért kell nekem. Még a haláltól se fél! Még a haláltól se fél! Van egy rossz sejtésem, amit eddig megúsztam, hogy katona legyek. Az a továbbiakban fenntarthatatlan hajós közlegény. Jelentkezzen szolgálatra énekes Ede főhadnagynál. Na, legalább valaki énekes. Mindegyik énekes, melyik lehet az? És oda megyek, lelőnek. Melkosából dől a vér, ezekkel hogy beszéljen? Nem fél! Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért. Egy pillanat türelmet tudnak segíteni? Hajós András vagyok, és énekes Ede főhadnagyot keresem. Persze, fenn a Nagy Richárd hadnagy épületben találja meg. Nagy Richárd hadnagy épület. Megkezdhetem, hogy hol vagyok? Magyarországon, ez kiderült. Igen, Magyarországon, 25/88-as. Szolnok 25/88-as. Köszönöm szépen. Akkor csak nyugodtan fussanak tovább. Nagy Richárd épület. Így van. Kimegy itt, és ott balra fordul. Köszönöm szépen. További jó munkát, vagy... Jön utána! Mi ez? Utas! Indulj! Bal! 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 Ennyit bírok. Első század készen áll! Abban az időben, amikor az én barátaim, kortársaim, katonák voltak, az a kép állt össze bennem a magyar néphadseregről, hogy csupa olyan dolgot tanulnak ott meg, amit én már tudok. Úgyis, mint cigarettázni, inni, önkielégíteni, lopni, hazudni.
Egyetlen egy kivétel volt, a Gyuri barátom, akit a tatai, nem tudom én, radar ezredben megtanítottak az összes környező ország nyelvén megadni magát. Napot kívánok, Hajós András vagyok. Kulacs Gábor, szakaszok. Bár itt Hajós közlegényt írtak, és ezt a fele kicsit téves? Igen, mert nem közlegény, közkatona. Közkatona? Hát én egyik sem vagyok, és énekes Ede főhadnagynál kell jelentkeznem. Szólok a parancsnokomnak, ki fog jönni. Jó, Istenem. Meg akartam úszni. Igen. Például a Kovács közben jelentkezem meg. Köszönöm. Aki késett reggel? Jelentem, igen. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Hajós közkatona, szolgálatra jelentkezem. Rendben. Hol volt reggel? Reggel már vártuk. Elkéstem, mert nem gondoltam, hogy ezt ennyire komolyan kell venni. Sajnos ez komolyan meg főadnagy úrnak jelentem, hogy én egy dobozba jöttem. Azért az nem mindennapi, gondolom. Valóban, valóban. Ezzel egy kicsit akkor javítok. Egy kis felmentést azért kapok. Igen. Akkor egy gyorsított kiképzésen fogok részt venni? Igen, így van. Kezdünk egy 20 fekvőtámaszsal, utána pedig beöltözünk és csatlakozunk a többiekhez, akik már nagyban folytatják a kiképzést. Jó, fekvőtámaszba le. Lehet 10. 20. Számolom, rendben? Számolom én. Jó, egyszerre csináljuk. Jó, de nekem nincs annyi idő. 1. 2. Csináltam 3-at. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jó, tartsuk. A dobozó sztori meghatott, jó? Úgyhogy 10-zel. Köszönöm szépen. Mit lehet csinálni? Most ott leszek 2 napig. Most akkor végig a hülye gyerek leszek, vagy játszom a finnyás tévést, hogy én nem csinálom, de hát ha egyszer be kell illeszkedni valahova és a szabályokat elfogadni, akkor az nem csak akkor jó, amikor kajákkal tűnnek, meg helyes énekes lányokkal találkozom, hát akkor ezt is meg kell csinálni. Viszont ott eldőlt a sorsom, mert ott a kis ujjamat ugye odaadtam a Magyar Honvédségnek az első 10 fekvőtámasszal, és utána láttam, hogy kész, meg vagyok csinálva. Következő időpontunk az 10:00 a körletében. Rendben? Jelentem, nincs órám. Akkor megkérdezi az időt a szakaszvezetőről. Neki van. Köszönöm. Befejeztem. Azt se tudom, azt hogy kell? Nekem is kell? Elég a fűzés. Hogy? Vigyázz valami fűzés. Igen. Befejeztem. Végrehajtom. Fúha. Jó, itt a zsák. Zsák. Rajta a polifón, a sátorló. És a szétfúrva. Málha mellé. Pakolja bele. Jó, jó, csak hogy málha mellé. Nem értem még, hogy ez itt mi. Tessék. Festék. Kulacs. Testék. Gyerünk, haladjunk. Na, jó, 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 de hát gondolom. Öv. Első védő, alsó, felső. Kezembe is fogható. Hol a körülök, mert az hol van, hogy merre kell menni. Itt kimegy, és itt hátul áll. Köszönöm. A fegyvert ne hagyj el. Azt nem kell vinni. Ez csak gyakorló fegyver, ugye? Igen. Sok szerencsét a kiképzéshez. Köszönöm. Akarok katona lenni még. Nyilván leesik. Hát bénáztam. Bénáztam, és ráadásul tényleg nem tudom, hogy tud beférni ennyi minden egy hátizsákba. Sok mindent elfogadok a katonaság létéből, a fegyelem, a rend, de hogy például ez, hogy a ruhák hogy vannak összehajtva, meg mennyi idő alatt, ennek mi jelentősége van egy háborúban, ezt nehezen értem meg. Ha elkések, akkor büntetéssel kezdek? Sok fekvőt támaszolni. Akkor inkább sietek. Köszönöm. Erőt, egészséget. Ti egymásnak is erőt, egészséget? Köszönöm, hogy valaha megismerkedtem. Szia, Hajós András. Szabó Júr. József. Tamás András Dávid. Ha találkoztam a szobában a srácokkal, akkor viszont szertefoszlott minden aggodalmam. Nem katonát láttam bennük, hanem ilyen helyes kölköket. És akkor gondoltam, hogy hát, ha ilyen bácsi szerepbe el tudok velük lenni. Ti itt laktok? Igen. Ti újoncok vagytok?
Mióta? December óta vagyunk itt. December óta. És az első napotokra emlékeztek? Erre, amit most én csinálok? Hogy megjelenés? Hát egy kicsit ilyen félős arccal. Ti hány cuccot ejtettetek le az átvételnek? Az egész zsákon kiborult. Az jó pont. Ez jó lesz. Jó indítás. Az jó indítás. Melyik a nadrág? Hát amelyik a két számára. A télit kell mégis felvenni. Téli nadrág? Téli gyakorló nadrágot. Ez az lesz. Ezt befűzöd nekem, de éves vagyok. Hány évesek vagytok és honnan jöttetek? Azt elmeséltek nekem közben? Én Hajdunálásról jöttem. 21 éves vagyok. Család? Barátnő, feleség? Barátnőm van. Mikor tudod látni? Hétvégente. Hétvégente. Hú, és addig ezekkel a férfiakkal kell együtt addig muszáj vagyok. Hány éves vagy? 21 éves vagyok. Marfűra nem messze van, nem viszonylag. Jó, akkor én vagyok a szobaparancsnok gyerekek, az apáitok lehetnék. Főnletparancsnok. Főnletparancsnok? Olyan létezik? Persze. Nálatok most ki a főnletparancsnok? Jelentem én. Jelentem én? Akkor kérdésre jelentkezem. Ezzel mi van? Ezt fel kell venni? Nem, most ez maradjon szerintem a zsákba egyelőre. Maradjon a zsákba. Én kicsit sietni kell. Oké, csak énekes főhadnagyjuk van. Ez egy 50-es lesz. 50 fekvő támasz? Minimum. Minimum. Zubony, nagyon kedves vagy, köszönöm. Nagyon jó. Felöltöztem? A pajzs. Pajzs. Addig elmondjátok nekem, hogy van köztetek olyan, aki mindig is katona akart lenni? Igen. Azért elég úgy, szerettem volna már hozzá lenni. Szóval. Van jobb kéz, ma is. Bal oldalt van mindig, ja, a szív felett. Név. Volt a családban valaki katona? Igen, édesapám is volt, papám is volt. Ja. Szóval mindig is így ment róla, így a beszédek, mert mindig ment róla, ki mit csinált, hogy csinálta. És nálatok? Én pedig már mióta az eszembe tudom, szeretnék ebben. Igen? Nem volt olyan, hogy megbántátok? Valaha is? Nem cserélni be. Nincs olyan kiképzési nap, amikor annyira fáj, annyira feltöri a bakancs, annyira rossz. Ami nem vérzik, az nem fáj. Én teljesen el tudom fogadni, hogy valakinek az a rend, hogy megmondják, hogy mit lehet csinálni. Van egy felettes, és az parancsol. És annak a parancsát teljesíteni kell. Ez az én szememben a szabadság korlátozása, de abszolút tudom érteni, hogy ez egyfajta rend is. Ó, nem hiszem el! Most megcsináltam gondos munkával. Kelemen Anna méretre. Gyerekek, ez nagyon megalázó, de segítsen már itt hátul. Már 4 éves koromban az óvodában volt egy kislány, aki bekötötte a cipőmet. Nem azért, mert szerelmes volt belém, nem azért, mert én ennyire menő és császár voltam, hanem mert látta, hogy maga tehetetlen vagyok. Még? Ne szorosabbra, tágabbra, bocsánat. Saját kaják? Igen. Azért mit ad a Magyar Honvédség? Eleget ad, vagy az hol a gyenge pont? Mert én még olyan 20 éves fiatalembert nem láttam, akinek a kaja jó és elég bárhol. Hát olyan nincsen. Csak otthon. Ja, otthon igen, ahol anya megkérdezi, miközben az ágyba fekszel, mi legyen, holnap. Itt ilyen nincs, ugye? Nem szokott bejönni az énekes főhadnagy, úgyhogy mit szeretnél holnap enni? Sájrántott húst. Igen. Ti már kaptok fizetést? Persze fizetés. Igen, igen. Meg szokott kérdezni, mennyi egy alapkezdő? Minimál. Csomag. Egy olyan 106 ezer forint. Aha, mit kell még felvenni? Sapka. Hát a tetejének megbizik. Ja, hogy szigorúbban vesszük a dolgokat, hát minden? Az egyértelmű. De hát akkor nem látok ki. Nem. Egy ilyen hobbi horgásznak öltöztettek föl először, az volt az érzésem. Egy olyan sapkába, ami azt hiszem még top modelleknek is előnytelen lenne. Hát arra már esélyem nem volt, hogy azt hiszem, hogy elmetek a mosdóba a tükörbe megnézegetni magamat. Úgyhogy gondoltam, bedobtam a gyeplőt a lovak közé, akkor én ma így fogok kinézni. Én ezt viszem, ez engem az életben kell. Mindenen átsegített. A karabé is mindig kell, ha már adtak. Hol lett a karabé? Sose szabad elvenni. A karabéjon hol a karabé van? És a nagy hármas. Egészségügyi csomag, higiénia és kontaktlencse tartó. Ezzel akár Kínáig elmegyek. Haladni kell majd. Jó, tudom, hogy haladni kell. Nem majd, most. Most. Állj! Gyere már föl! Ezt ti szórakoztok ezzel? Mi? Vagy ez csak a szárító. Az a szárító. Az ember.
Amit kimosunk. És a villany. Na csak, hogy megérkeztek, harcosok. A későnk, igaz? Én vagyok a késős. Jelentem. És rögtön a kasztás lesz. Zsákot tegye le, oda kérem. És kezdjük is a foglalkozást. Ezen a foglalkozás helyen alpintechnikai gyakorlás lesz végrehajtva. Mint gyorsreagálás katonáknak az alpintechnikát készségszinten el kell sajátítanunk, mert helikopterből ez az elsődleges kijuttatási módunk. Illetve hegyvidéki terepen vívott harcba és beépített terepen szintén megkönnyíti a mozgásunkat. A foglalkozásvezető Jónás Tibor törzsőrmester úr fönt várja. Alpintechnikai végzettséggel rendelkezik a törzsőrmester úr, úgyhogy ellenőrizni fogja a felkészülését, a felszerelését, és le fog tudni csúszni úgy, ahogy itt látjuk a kollégákat. Rendben? Még igen. Na most akkor rémültem meg igazán, mert amikor azt látod, hogy jó, hát 20 éves gyerekeknek ez ilyen, akkor arra tud az ember gondolni, hogy hát biztos nem olyan ördöngőség. De amikor a 20 éves katonák is úgy állnak ott, hogy hát akkor én kicsit belémültem. Következő ember legyen. Elindultam föl a létrán, akkor azt éreztem, hogy nem, ezt nem kéne csinálni. Ekkor összeszartam a rajtam levő ruhákat, de nem mutattam. Tudtam, ilyenkor nem szabad lenézni, ezért természetesen lenéztem, és akkor szartam össze a még otthon levő alsónadrágjaimat is, és akkor valahogy úgy eltűnt belőlem a személyiségem, és maradt az egész testemet belülről kitöltő félelem. Volt egy szakember, aki alpinista végzettségű volt, erről megnyugtattak. Nem akartam kötekedni, de hol vagyok azzal kisegít, vagy aki fönnmarad az alpinista? Hát én megyek le. De gondoltam, hogy arra talán jó lesz, hogy tudja, hogy amikor zuhanok, akkor melyik kötelet kell meghúzni azért, hogy ne locsanjon szét az agyam, hanem már zuhanás közben megfulladjak, és legalább hamar vége legyen az egésznek. Azt hiszem, most nem vagyok annyi latkozós kedvemben. Itt hátra húzzuk, akkor fékezz. Az engedés nem kell ennyire így engedni, csak elég ennyire így magunk mellé, akkor szép lassan elkezdünk csúszni, jó? Csak az a lényeg, hogy az szorítsa a feneke föl mögé a jobb kézzel. Na, megvan a harcosunk? Igen, indul. Jó, csak így üljön bele. Így. Hoppá! Szépen teli talpal, álljunk ki, peremre. Igen, átfogom. Ez a kéz, így van, szép lassan engedi azzal a kézzel. Nem kell pillanatban, nagyon kicsit. Kicsit, finoman. Ereszkedtem, és hogy milyen az ember, ott, abban a pillanatban megbántam, hogy miért nem rugaszkodva ereszkedtem. És hogy működik az ember, hogy 3 másodperc azelőtt egy bevizelt kiskutya voltam, annyira rettegtem, és mire meg lógok lefele, már az olyan az eszem, hogy ez nem elég menő. Köszönöm. Egyfelől büszke voltam magamra, hogy megmertem csinálni, másfelől büszke voltam magamra, hogy én pontosan tudom, hogy én nem akarok ilyet csinálni. És nem szoktam ilyesmit csinálni. Nem vagyok egy ilyen lávaszörfölő, extrém sportos, savbúvár, nincsenek ilyen vágyaim. Nekem a mindennapi élet elég izgalmat hoz. És akkor most mi jön? Nincs egy ilyen gyengélkedő szoba, vagy valami, ahol most... Vízi kiképzés van. Kicsit vízi kiképzés? Na jó, a víztől legalább nem félek, bár mondjuk... Jó van, szakemberek, ezzel végeztünk mára. Nem volt rossz, jó? Ez jó volt egynek végrehajtásnak. Szedjük össze a cuccunkat, minél gyorsabban, ne szütyögjünk, és induljunk el lefele. Jó, mert a reggeli társaság már várja magukat. Azt mondta a fülem, hogy nem volt rossz. Az már valami, nem? Haladjunk le! Haladjon, katona! Jó lépés! Jó.
Lépés állj! Főrmester úr lesz a foglalkozás vezető, és itt van az a társaság, akihez már reggel kellett volna csatlakozni. Azon álljon be a sorba. Jó, mivel a hajós közkatona miatt, ugye késésben vagyunk, mivel minden késés díjaznunk kell, ezért egy kis testnevelésre fogjuk ezt díjazni. Jó? Megvitálhatva le! Egyáltalán nem szerettek engem. Tehát látszott megint, hogy az én késésem miatt már megint ebből nem jönnek ki jól. Ráadásul itt már az történt, ami sajnos a legkínosabb, hogy az én késésem miatt ugye másnak is fekvőzni kell. Ott egy kicsit már megtörtem. Fegyver magunk elé, úgy, ahogy a többieknél van. Egy. Kettő. Három. Egyébként szerintem én teljesen jó erőben vagyok ahhoz képest, hogy mennyi idős vagyok. Az egy más kérdés, hogy ezt nem használom. Én nekem van egy speciális fitness módszerem, ami nem testet épít, hanem testtudatot. Ha az ember nem próbálja ki és nem állítja magát kihívások elé, akkor tudhatja úgy, hogy ő erős. 9, 10, állásba föl, vagy a tökésbe, gyerünk már! Felém! Lávokat föl! Kis kralozás! 1-2-há! 1-2-há! 2! 1-2-há! 3! 1-2-há! 4! Egy kazettát is fogok csinálni, nem sokára erről, amin az lesz, hogy erős vagyok, erős vagyok, erős vagyok, ezt kell egész nap mondogatni, és közben sütit enni, hogy a vércukortól az ember bekómáljon, de hát úgy örültem, hogy azért annyira nem érdekel. 1-2-há! 30! Tartod! Állj föl! Bizonyos harcászati helyzetek megkívánják azt is, hogy vizeljünk át, jelen esetben csónakkal. Ezen a foglalkozáson ezt fogjuk gyakorolni. Van a tűzcsoportunkban egy darab gépkussás, van négy darab karabélyesunk, plusz egy csoportparancsnok. Jelen helyzetben az én leszek. A hajós közkatona, mint lövész katona fog tevékenykedni ebbe a csoportba. Igen, helye közel. Most volt először fegyver a kezemben. Én vadászatra is, amikor el lettem hívva ilyen vendégnek, akkor nem veszek részt benne. Nem szeretek lőni, agyaggalambra se szeretek lőni fegyverrel. Nem tehetek róla, undorodom a fegyvertől. Én úgy gondolom, hogy ez a partraszállás, hogyha ugye az emberiség világtörténelmi nagy partraszállásait nézzük, akkor a sorban ezt egy olyan W vagy GD-nek tudnám nevezni a magam részéről. Nem tudom, hogy az én jelenlétem miatt volt ez egy ennyire visszafogott lerohanása Szolnok belterületének, de hát nem mondanám azt, hogy ugye lendületesen belecsaptunk az ellenség sorai közé. Jelentős idő alatt lassan haladtunk szétszéledve. Szerintem egy komolyabb afgán kecskepásztor erre ki se köpi a fűszálat a szájából, ha ilyet lát, hanem csak a vállát vonja, és azt mondja a vezérülnek, hogy csak majd a illakába is nincsak amerikán. Mozzon a táj! Gyülekező! Jó sisak, oda lehet menni. Szigorúan az átfelés, ugye, amit gyakoroltunk. Segítsek esetleg. Még ez sem egy. Itt igazából az átkelés gyakoroltuk. Egyébként összességben nem volt semmi gond. Nagyon jól eveztél. Tudtad fogni az evezélapátot, nem lesz gond. Köszönöm. Lehetünk egy kicsit nem katonák? Vagy én legalábbis én nem katona? Jó. A fekvőtámaszokra szeretnék rákérdezni. Tehát mondjuk, ha az éles helyzet, akkor konkrét itt dolgozó újoncként kések ennyit. Általában ilyenkor szorzóval dolgozunk. Most teszem azt, te késtél volna 5 percet, akkor mondjuk 50-es szorzó. Azok lesznek a legerősebbek a kiképzés végére, akik a leghülyebbek, nem? Így van, én is ezt szoktam mondani. Ugye kétféle verzió van, vagy nagyon okos leszel a végére, vagy nagyon erős. Ti már eleve szerződésesek lettetek, nem? Mert fiatal embernek látlak titeket. És ez milyen ez a felnőtt fejjel fekvőtámaszkozás, meg szótfogadás valakinek? Van, csak végre adjuk. Aha. Én azt képzelném, hogy egy
parancsnok vagy egy parancsoló, az, az is csak bizonyos keretek között adhat parancsot. A katonaságban roppant egyszerűen mindenkinek van főnöke. Ugye itt nincs olyan, akinek ne lenne. Az olyan főnök, aki szakmai tudása is rendelkezik, akkor nyilván az már nem fog parancsolgatni, hanem az csak parancsot fog adni, ez megint teljesen más. Nyilván itt már nem csak parancsnokrásról beszélünk, hanem kollegialitásról is. Egyébként ugye amióta demokrácia van, ez mindig egy nagyon fontos kérdés. Ha neked ez nem, ehhez nincs jogod, akkor nem parancsolhatod be őket úszni, meg nem szivathatod őket. Tehát ez a csicskáztatás, ez nem lehet. Amit láttad is, hogyha akármilyen, mint például egy ilyen fekvőtámasz, egy egyszerű példa, ugye fekvőtámaszt nyomunk, ugyanúgy azt nekem is csinálnom kell. Azt követelhetek meg egy katonától, amit én is végre fogok hajtani. Amit én is végre tudok hajtani. Csicskáztatás nincs. Azt szeretném még kérdezni, hogy a katonaságnál azért esznek, nem? Szörnyűre igen, hogyha van rá lehetőség, akkor szoktam. Úgy megéheztem. Miért késő? Aludtam, jelentem. Ja, hogy ez csúszik hátra. Hátra húzzuk. Ez alatt már elfoglalták a hazámat, nem? Hát ezen túl sokat nincs mit gondolkodni. Úgy, hogy egy falu éhezik, hogy ezt terrorizálják, akkor nem védeni meg bárki. Ezt én értem, az csak az a pont, hogy más hogy embereket egy másik emberrel szembeállni, és egyszer csak le kell lőni. De bele kell gondolni arra, hogy ő is úgy van az, hogy ha mi nem lőnk, akkor ő lelő. Persze. És most az én életem a fontosabb, vagy az ővé. Ha már ott van az ember, és ti erre képesnek éreznétek magatokat? Az esető szerkezetet elhúzni, az nem nehéz. Utána megemészten a dolgot. Lehet ezzel jó szolgálni. Én nem hiszem, hogy képes lennék embert ölni, nem hiszem, hogy helyes erre törekedni. Itt éreztem azt, hogy a srácok és köztem talán a legnagyobb különbség van. Na és mit kell csinálnom délután? Mi lesz a következő program? Az a nem vagy ölő. Az nem vagy ölő. Ölő válasz? Az azért van, hogy szimpatikus jobbra át! Lehet nekem egyszer egy ilyen sapkám, amiben nem vagyok folyamatosan a nagy horgász, mert ez, hát ezt nem csípem ezt annyira. Nem tudom, mekkora a fejed, mekkora neked adom szívesen. De akkor hogyha jó rá, nekem majd bőven még van bőven. De ezt nem akarod fel, nem akarom felvenni, hidd el. De akkor ezt jól érzem, hogy nem én vagyok egyedül, nyugodtan, kicsit ellene. Rendben, akkor gyere velem, és akkor felmegyünk az emeletre. Van egy olyan hely, ahol engem nem lőnek ki rögtön? Vagy kitűztetek valami vérdíjat? Parancsnok úr, magamban Morc ezredesnek neveztem el. Nekem egyébként az nagyon szimpatikus volt benne, hogy ő a saját szakmáját, ezt ő nagyon komolyan veszi, és ebben én őt idegesítettem. Tehát az, hogy én őt idegesítem, megpróbáltam átfordítani egy olyan pozitívumból, hogy ez egy felelősségteljes szakember, akinek igaza van, hogy én őt idegesítem, mert nem tudja a munkáját végezni. Minden felülről a biztonságban tudjuk nézni azt, hogy mi is folyik odalent. Ugye itt most egy játékos feladat van, próbálnak átjutni úgymond a másik oldalra, anélkül, hogy meghalnának idézőjelbe. A srácok ezt játéknak tekintik, vagy komolyan veszik? Ők nyilván ezt már inkább komolyan veszik. Valamilyen szinten ez játék is, de mégis nem közel áll bizonyos helyzetekben a valósághoz. Ami alapvető hibákat még most is, amit át szoktak léteni, az egymással való kommunikálás. Nem, rosszul állnak. Így van, rosszul is helyezkednek el. Meg a másik, ami előnyükre is válhat, attól függetlenül, hogy a mozgásuk nem jól működik még, a hangtalanság. Amíg ugye a másik nem veszi észre azt, hogy te jössz, addig te vagy előnyben.
ezt még eddig egyik csoport sem használta ki, hogy próbálja minél hangtalanul, minél csendesebben mozogni. Paintballozás után, ott már ugye csak néző voltam, de azért úgy megnyugodtam, hogy akkor kiderült a fiúkon is, láttam, hogy azért na, azért ők is elfáradtak egy ilyen nap után, egy kicsit, és akkor kiderült, hogy lesz egy kis lazulás. Hát én szívesen beülök valahova. Pihenjünk, ó, de jó lesz már pihenni valamit, mert kicsit már ki voltam készülve. Ez egy kis pihenőhelység? Kérek engedni. Előtt egészséget. Jó estét, csokor. Hajós András vagyok. Kocsik benne. Nem zavarunk? Hajós András. Úgy megörültem maguknak, mert a legényekkel voltam egész nap, de azért hölgyekkel is szívesen beszélgetnék. Lehet egy-két kérdésem? Azt mondjátok meg nekem őszintén, én például nem voltam katona. Már ott megmozdult a bal szemöldök. Mondjátok meg nekem őszintén, hogy azokat a férfiakat, akik nem voltak katonák, vagy mondjuk fizikailag nyápicabbak, ezeket nem hiszem, hogy ti férfinak tudjátok tekinteni. De ez egy téves dolog szerintem. Igen, szerintem. Nem attól lesz egy férfi, hogy volt-e katona, vagy hosszú, vagy rövid a haja. Akkor még lehetek férfi. Hanem, hogy mennyire talpra esett. Én ezeket úgy mondom, hogy cukik. Cukik, fúj, de utálatos! Soha ne nevez minket cukinak! Cukik aranyosak! Jó, akkor szeretném elmondani nektek, hogy én nem szeretem a fegyvereket, egy hippi vagyok, a világ békébe hiszek, de ma leugrottam a harmadik emeletről. A milyen kötéllel? Ereszkedtél. Ereszkedt, ugrottam. Nektek ez ereszkedés, nekem már ugrás volt. Kis ereszkedés az emberiségnek, nagy ugrás nekem. Azt muszáj megkérdeznem, mert kívülről jöttként, hogy miért megy egy nő katonának? Ti mikor, miért, hány éves korotoktól? Az én alaphivatásom az ápolónő. Úgyhogy az egészségügyi munka és a katonai pálya szépen keveredett. Te? Mert mióta és miért? Mióta vagy katona? 2001. szeptember 1 óta vagyok. Kereszt Túri László ezredes úr ajánlott fel egy ejtőernyős beosztást. Ejtőernyős? Fiúk, ti ilyen katonákra, akik nők, de közben ejtőernyősök és ilyen visszakomatok. Ez milyen érzés? Akkor ti fölnéztek rájuk? Vagy akkor nőnek látjátok őket? Vagy katonának? Ugyanolyan egyenrangú, mint a férfiak. Tehát nincsen különbség köztük attól függetlenül. Kerültetek Afganisztánban olyan éles helyzet közelébe, ami esetleg már veszélyesebb volt? Igen. Én 6 misszióban voltam, 2 Ciprus, 2 Afganisztán és 2 Koszovó. Mindegyikben volt könnyű és nehezebb pillanatok. Igazából én akkor gondolkoztam el, hogy az élet mennyire múlandó, vagy mennyire könnyen elveszíthetem ezt a dolgot. És te voltál kemény helyzetben? Voltam, de otthon sem mondtam el, úgyhogy nem akarom, hogy most innen visszahallják. Nem mondom, hogy az életem legoldottabb csajos bulia volt. Úgy láttam, hogy én szobatársaim is egy kicsit azért feszengenek, nem katonaként, hanem inkább úgy felnéztek rájuk, mint már több missziót megjárt idősebb kollégákra, akiktől lehet tanulni. 2 borzasztó, nagyon jó érzés van az életemben, amit elmondanék nektek. Az egyik az, amikor megszületett a gyermekem, egyértelmű. A másik viszont az, hogy amikor külszolgálatom, vagy ez jobban kiéleződik, megszólal a magyar himnusz. Akkor azt mondom, hogy mindenem libabőrös, és feláll a szőr a hátamon, és annyira büszke vagyok mindenkire, nem csak magamra, hanem hogy Úristen. Ez az érzés, ezt nem tudom elmondani. Itthon is nagyon jó érzés, de külszolgálatban ez még fokozottabb, és egyszerűen azt tudom mondani, hogy fú. Azt hiszem, hogy a Betty, ő szerintem ilyen született katona lehet. Tehát, hogy ő neki tényleg így látszott, hogy ő ebben az egészben nagyon hisz, és ez neki fontos. Nekem ez a 17 év, ez elég sok. 17 éve rengeteg, annyi időtől vagyok házas. 17 éve vagyok misszión, és mindig az első vonalban, bevetésen. Meg sem merem kérdezni, hogy a vacsora az alternatív, vagy azt adnak? Ja, csomag. És én ilyen béna voltam, hogy nem kértem a csomagomat? Elhoztátok a csomagomat? Bajtársiasság. Na ez ilyen régen nem fordult elő velem. Köszönöm szépen a beszélgetést, akkor szép estét nektek. Viszont szervusztok.
Akkor most alvás? Aludjunk. Illetve az uzsó, a vacsorámat elhoztátok. Persze. És itt van, engedtek magatoknak benkajálást? Persze. Ha utána hát persze, hogy összesöpröd. Andris, kelljél. Menni kell, gyorsan, késésbe vagyunk így is. Kik? Mi? Oh. De főleg te. De ti hogy vagytok már ilyen ruhában? Tudj, hogy mi felkeltünk. Mikor? Időben. Már akkor nem fogok tisztálkodni. Kávézni. Nem. Mert már elkéstél. Majd az később. Ja. Anyu! Az itt nem segít. Nem sok mindennek látom értelmét, hogy korán történjen. Tehát én nem tudom, hogy délután miért nem tudják megölni azok egymást, akik reggel megölik egymást. Legalább kezdjük 11-kor. Nem ugyanaz a végeredmény. Akinek meg kell halnia, tehát egyetlen egy napot kéne, csak egy fél napot várni, sőt még annyit se, 5 órát és az egész világ történelmet eltolni. Azt az 5 órát én esküszöm, kitöltöm ingyen műsorral, dalolok nekik, vagy valami. Nem tud a fejembe férni, hogy mi van korán reggel, ami jó. Korán reggel rossz. Ez az én nagy bajom egyedül a katona élettel, hogy minden másban tök jó vagyok. Ez a korán kelés. Hozzá lehet szokni? Nem tudtam, hogy nekem is volt olyan munkám, amikor hétre jártam be. Na most ébresztőnek kellünk mi is. Alapkiképzésed az nem így volt. És az milyen volt az alapkiképzés ébresztő? Lejön egy tisztes ordítani? Hát ugyanúgy ébresztőre keltünk, csak közben mindig kiabálták utána az ébresztő föl a folyosó végén. Aha. És akkor már nem fog reggelizni? Nem. De helyette amit lát. Ne, nézzük a jó oldalát. Ja. Jó, nézzük a jó oldalát. Nem, menjünk, már minden. Siessünk. Talán senkit nem lep meg, hogy késve érkeztem az akadálypályára, ahhoz zapszemmé szűkült a kieresztő nyílásom, hiszen ott hatalmas, dzsungelszerű Tiszaligetben elhelyezkedő valamik voltak, amelyek látszólag mindazt a célt szolgálták, hogy azokra föl kell mászni, át kell ugrani, lengedezni kell rajtuk, át kell alattuk húzni. Na csak, hogy megérkezett kolléga? Bevetésre jelentkezem. Hát kicsit elkéstem. Sapka hol van magáról? Egyéről a része? Van sapkám. Ez az idő, ez nem a barátunk, igaz? Már megint a többiek vártak, nézze meg! Nem zavarja, hogy ők dolgoznak, maga meg folyton elkésik? Mivel? Hogy válaszoljak? Udvariasan vagy őszintén? Jó, fekvő támaszból aztán... Koszos lesz a nem baj, az nemzet kesztyűje. Szóval, miért késünk? Aludtam, jelentem. A többiek is aludtak, mindenkinek szüksége van alvásra, mégis itt tudtak lenni. Jelentem, 44 éves vagyok. Több alvásra van szükségem. Amikor ennyi idős voltam, én is korán keltem. A gyerekeknek van több alvásra szüksége, nem? Nem. Oké, számolásra csináljuk. 1, 2, 3. Ott már egy kis kajánság is volt bennem, hogy szinte vártam, hogy akkor fekvőzzünk. És csinálta velem rendesen ő is, ez végül nagyon szimpatikus volt. 9, 10. Jó, állásba föl. Ismét a Jónás törzsőrmester lesz a foglalkozás vezetője. Akadálypálya foglalkozása azért van szükségünk, mert mesterséges és természetes akadályokat szimulálunk. Ezáltal felkészítjük a katonákat arra, hogy gyorsreagálású feladat végrehajtás közben a rombolt terepen minél gyorsabban tudják leküzdeni a harcmezőt. Ezáltal előmozdítják a feladat végrehajtást. Értettem. Ezért szeretném, hogyha minél dinamikusabban, minél nagyobb erőbefektetéssel ezt a szert leküzdenénk. Jó, megtanulnánk ennek a helyes technikáját. Nem lehet a szerrel tárgyalni? A szerrel? Nekem nem úgy tűnik.
Nem tűnik alkuképesnek. Ja, hogy az csúszik hátra. Hoho. Kicsit megbicsaklottam, amikor már azon a kötélhátsón való fölmenetelkor éreztem, hogy az nem úgy van ám. Megint fölmenetel volt érdekes. Kicsit megbántam. Megint úgy néztek lentről, és most már egyel fejlettebb szinten csináltam. Nem, azt hiszem, hogy rájöttem, hogy ezen nem lehet gondolkodni egy idő után. Tehát el kell ugrani. De nem esett jól. Nem esett jól. Hogy fájt mindenem. Megrándítottam a kis kezemet. Nem ehhez van szokva. Nem csinálok olyan mozdulatokat, hogy hirtelen ráugrok egy hálóra, és meg kell magam tartani. Na, feladat végrehajtva? Feladat végrehajtva, és most már úgy kérek felmentést. Most egy picit nem vagyok katona, jó? Persze, lehet így beszélgetni? Szóval, amikor megérkeznek az újoncaid, akkor azért nyilván van egy fizikai felmérés, és akkor valamilyen erősítések, meg ilyesmi, amíg ide kerülhetnek. Ide már úgy kell érkezniük a katonáknak, hogy fizikálisan futás, fekvőtámasz, felülés, úszás, ezekkel a képességekkel rendelkeznek a civil élethez képest kifejezetten magas szinten. Tulajdonképpen rajtad áll a belépés és az első szelektálás, nem? Igen. Mennyire kell neked foglalkozni ezeknek a saját családjukból, közegükből, most frissen kiszakadt sok esetben, így az önálló életet, úgy most kezdő srácoknak mennyire kell az apukája legyél? Hát az apukája semmiképpen nem tervezem, hogy leszek, viszont igenis figyelembe kell venni a családját, a jelenlegi aktuális pszichés helyzetét, hogy szakított a barátnőjével, nem szakított. Stabil párkapcsolatban él, bármilyen gondjai vannak, anyagi problémái. Ezek... Neked ilyen szinten személyesen kell ismerned őket? Igen, igen. Azért itt előbb-utóbb éles fegyverek, stb. Azért ezt gondolom nem csak rád van bízva, hanem gondolom van szakszerű pszichológiai felmérés. Eleve úgy kerül be. Mennyi időnként kell egy újoncnak elmennie valami olyan felmérést, hogy akkor most ő még normális-e? Évenként. Ha misszióba kerül be, illetve olyan beosztásba helyezik át, akkor ez lecsökkenhet fél évre akár. Misszióba fél éven keresztül folyamatos, nagyon magas stressz szint alatt dolgoznak az emberek. 180-200 napot. Nincs hétvége. Meg nincsen munkaszüneti nap, meg kis pihenő, nagy pihenő, hanem ott folyamatos nyomásban kell lenni. És ilyenkor a parancsnokok és a saját társaik figyelik az embernek az aktuális pszichés állapotát. És a kiképző tisztét, azt figyeli valaki? Hát neked is el kell menned egy pszichológiai vizsgálatra? Nekem is el kell mennem, igen. Te ezt eddig meg se kérdeztem, még csak említetted a missziót, de gondolom nem is lehetnél itt kiképző tiszt, hogyha nem lettél volna misszión. Voltál misszión? Voltam, igen. Mennyi? Hányszor is? Koszovóban voltam egyszer, és Afganisztánban kétszer. Amikor az első missziódon voltál, akkor te átélted ugyanazt a félelmet, amit mondjuk én most itt az ugrásnál? Hogy na, ez most akkor éles? Nem. Magyarán ki lehet képezni erre egy embert, hogy egy ilyen helyzetbe higgadt maradjon? Ja, természetesen. Ez stressz tolerancia, és a stressz tolerancia az tanulható és fejleszthető képesség. Szóval, akkor én minden nap ide jönnék és ugranék egyet, akkor egy év múlva... Hát ezt az ugrálást, ezt jobban bírnád. Aha. Jó volt már az Edével úgy beszélgetni egy kicsit, hogy az Ede, meg én beszélgettünk, és nem a főhadnagyúr. Érdekes dolgokat mesélt, azért ez egy elég speciális munka lehet. De én úgy láttam, hogy ő egyáltalán nem bonyolítja ezt így a fejében túl, hanem tanítja arra a srácokat, amit ő tud. Mi a következő feladatom? Innentől fegyverzett technika foglalkozás lesz a következő. Szobába üldögélés, ugye? Nálunk nem ezt akarja a fegyverzett technika. Menjünk tovább, mert már fázom is. Rendben. Jó, űrméret, igen. Jó napot, előtt egészséget. Előtt egészséget. Mi a helyzet, hajós úr maga? Délutános műszakban? Főhadnagy úrral voltam. Főhadnagy úr volt. Ez az egyetlen iszonyú szerencséje. Füzet tolva magának? 20 éve nincs. Jó, akkor valamelyik kollégától kérjen papír. Roppant nagy szerencséje van, tudok adni egy tollat. Iszonyú úr, vigyázzon rá, mert drága úr. Papír.
Természetesen az AK-63D gépkarabéről tanulunk most. Jó, azt a pár mondatot, amit eddig írtak a többiek, azt írja le ön is. Nem kell kapkodni, csak egy fél óra késésben van, nyugodtan, persze, ne idegeskedjünk, itt feltartja a többi ember, semmi gond. Eddigre se szerettem meg a fegyvereket, noha egyébként a nap legnagyobb részében egy ugyan kiheggesztett és használhatatlanra öntött gépkarabély a nyakamba lógott, de nem tudtam megbarátkozni vele, többször el is veszítettem egyébként, ami közkatonánál, meg egyáltalán katonánál a legnagyobb bűn. Ebből is látszik, hogy nem érdekel a fegyver. Jó, ez a részleges szétszerelés a fegyvernek. Pompás foglalj helyet, és most szép sorjában ezt mindenki el fogja itt előttem gyakorolni. Kezdjük a hajós közkatonával. Lássak egy szétszerelést. Van ott egy... úgy van, menni fog. Teljesen jó. Úgy van, levesszük. Előpán következik. Aztán volt az, hogy ezt a hátsó kibiztosítjuk burkolatot... Kibiztosítjuk a fegyvert. Itt az van a biztosítókar, amit az előbb is figyeltük. Itt, ha nem késnénk, hanem jönnénk időbe és figyelnénk, akkor biztos sokkal jobban menne. Jó, itt van ez a felhúzókart, csinálunk egy töltetlenség, hátrahúzzuk, úgy van, és kivesszük a tisztító vesszőt, amit ott találsz a cső alatt. Tisztító vessző. Nem. Nem akar. Akkor. Akkor akarja, hogyha te is akarod. Így kiemeld, és így kiemeld. Ja, hogy annyira kihúzni, értem. Így van. Jó, ez a szétszerelés. Azt találtam ki magamnak, és itt jön a csavaros észjárás, most megtanulom szétszedni. És ezzel a béke harcosaként majd egyszer lehet, hogy egy AK-47-es gépkarabét szét tudok szedni, és ezzel egy lövést megakadályozom. Akkor most összerakjuk, ugye az összerakás fordított sorrend. Van út. Ez alatt már elfoglalták a hazámat, amióta én ezt csinálom, nem? Első próbálkozása teljesen jó. Senkinek sem megy először minden pompáson. Nyilván ez egy gyakorlás. Ez most jó, benne van? Ez időbe beigazít, hogy előre tudod, és most van a helyén. Uh-huh. Jó fele kapis gáz, teljesen jó. Így. Jó, köszönöm szépen. Foglalj helyet. Egy erős megfelelőre értékelem ezt a tevékenységet. Hát azt kell mondjam, hogy egy gitárt felhúrozni nehezebb, mint egy AK-47-es gépkarabét összerakni. Egy-két dolgot meg kell jegyezni, szerintem ha sokat csinálnám, akkor én is meg tudnám jegyezni. Nem tűnt olyan ördöngösségnek. Amikor a mezőn sétáltunk, sekély égben, ezt csak azoknak a civileknek mondom, akik ugye semmit nem tudnak rólunk, a mi életünkről, akkor egy kis szomorúságot éreztem, mert nagyon világosan tudtam, hogy ez eddig vicc, viszont ezek a fiúk innentől a helikopteren elmennek, és tényleg komolyba gyakorolnak olyasmit, ahova én már nem akarok elmenni. Hivatalosan elköszönök és kilépek a kötelékből, vagy mi annak mi a módja? Bevetésből kijelentkezem, ilyen van, vagy kérek engedélyt távozni? Kérek engedélyt távozni. Amihez vigyázva állunk, ugye? Így van. Tisztelegünk. Én is tisztelegek. Kérek engedélyt, hogy azt csak akkor vehetem le? Így van, amikor én levettem. De sokkal tartottam az egy napon. Kérek engedélyt távozni. Rendben. Köszönöm. Köszönöm még egyszer, fiúk, és további szép napon. Szervus, mi köszönjük szépen. Hello. Minden. Gépre! Előre! Talán a legkülönösebb élmény volt eddig egy olyan világ, ahova nemhogy nem jutottam volna el, hanem eszembe se jutott volna még vendégként sem magamtól eljutni. De nagyon büszke vagyok rá, hogy talán meg szégyenülés nélkül teljesítettem, és egyébként büszke vagyok arra is, hogy a szolnoki 88-asoktól lett egy ilyen kis emlékplakettem. Pici kis műkatona lettem én is.
valaha katonának kell mennem, akkor biztos, hogy büszkén megyek a szolnoki 88-asokhoz. Addig azonban kicsit békésebb helyre vigyetek rá. A porond szabad, keresd Ötvös Lórándot. Ez egy nekem való feladat, egy mutatvány. Kesztyű. Hopp, tessék. Soha nem volt még ormány a kezembe. Népszerűek a cirkuszosok a csajok között? Igen, ilyen egyszerű, így dzsongolni kell, látod itt? Oh. Ez fájogott, meghoztam a fellépő ruhádat. Micsoda? Kezdődik az előadás, tessék jönni. Együttműködő partnerünk a Marianna Boutique, a My Action Cam.